Nem hiszem el, megint már heti a harmadik telefonom. Hogy lehetek ilyen egy szerencsétlen? Mit mondjak otthon is, hogy állandóan? Ezt meg se bírom csinálni. Na, hello! Szia, életem! Szió! Mi a baj? De már este asztalt! Van megint, a héten a harmadik telefonom. Apunak mit mondjak megint? Meg se bírom, meg van törve. Számomra tényleg hihetetlen volt, hogy ilyen szerencsétlen vagyok, hogy a héten már tényleg a harmadik telefonom, pedig csak a kocsival akartam így odébb állni, hogy a hűvösbe legyen, és de nem hiszem el, hogy rámentem a telefonomra. Ez még egy ilyen bal, mint én. Ennek hiába venni 200-300-es telefont, ennek neked a nyomógombos is kéne. Az a nyomógombos. De olyan szerencsétlen vagyok. Ez a harmadik. Tudod, van az, hogy idegből kidobálja a telefon. Haza nem merek menni, esküszöm. Ezt most kaptad a paktól? Egy hete van meg. Most a héten már... Jaj, te gyerek. Na figyelj, mi megyünk el viraggal, tulajdonképpen egy hova helyre. Egy helyre. Megiszom a kávét. Egy és helyre. Akkor... Egy helyre. Aha, és azt szeretném tőled kérni, hogyha Győző lejön, akkor egy kicsit tartóztasd őt itthon. Nem de, kell... de ez mindig megy. Legyél rafinált. Nem kéne, hogy eljöjjön itt horrulj, mint ahogy velem szokta. Hol vagyunk? Most vele de nem láttad, nem hallottad és nem tudod, hogy mi hol vagyunk. Nekem nagyon rosszul esett az, hogy nem hajlandó abba beleinvestálni, hogy vegyen nekem egy pár új ruhát, hogy elvigyen plázázni, hogy segítsen abba kiválasztani, hogy melyik áll jobban, már arról nem is álmodok. Legalább csak a kasszán álljon sort, én már azzal is elégedett vagyok, hogyha ott fizet. De erre is képtelen, és amikor elvitt a varrónőhöz, akkor megfogalmazódott bennem az, hogy akkor valami olyasmi fog vele is történni, amit ő csinált velem. Most mi egy nagyon-nagyon-nagyon szuper helyre fogunk menni. Erről Győzőnek nem kell, hogy tudj. Hát de most akkor én két tűz között leszek megint. De hogy leszel, amit nem tudsz. Egy raffina! Ami nem tudsz, az nem faj. Ennyi, van, nem nektek faj. Még nem segítettem amúgy, de ez no. Nem derülhet ki. Micsoda? Ahogy én benne vagyok, ha netán kiderül, egyezünk meg. Én nem értem. Miért derül neki? Rajtok majdnem, ez túl kicsi anyjam. Mihez? Azt, hogy most ez kiderül, és akkor, hogy ő is velünk van? Nem, hogyha te a virág parjaként itt be akarsz aggódani nálam, fiam, akkor velem vagy. Igen, Krisztián. No, ki a főnök? Liberális. Na, köszönöm szépen. Mit fogod megint csinálni? Semmi, tehát mondjad neki azt, hogy eltört a telefonod, adja köp, és vegyen az telefonnak, anélkül nem megy sehova. Vedd el, dugd el, mit tudom én, ebbe a vizébe bedugod el, hogy nem fogja keresni. Tedd bele a kuglófos vizébe, dobozba. Kapcsolt ki a telefonját, az kész. Ennyi. Jó, de azt hiszem, hogy megtalálja, az nálam lesz. Igazából nem attól félek, hogy ordibálna rám, vagy... ahogy mondjam, így felemelni a hangját, hanem attól, hogy elveszítem a kettőnk közötti bizalom, az így megszűnik. Ez kiderül, most vagy megtalálja nálam, most hova tegyek, én nem vagyok. Mi találná meg? Milyen fasos van. Hát én nem akarok izinni. Ma mondjad azt, hogyha keresi, be fog menni a házba, vagy valami, hogy itt volt bakancsos, vagy valami. Itt volt bakancsos. Azt én engedtem be. Hát akkor ki? Te azt hitted, hogy jött söprögetni. Az kész. Ennyi. Megvan a sztori. Jó van, de ha baj lesz, én nem csináltam semmit. Mondom, megfenyegették. Hát én ismerem Krisztiánt, elég raffinált gyerek. Szerintem nem bukja el, neki ez semmiség. Jó, hát most az, hogy bevágódjak, na. Benne vagyok. Na, akkor benne vagy? Benne vagyok. Jó van, fiam, ezt ma szeretem. Te is benne csináljuk. Vagy? Csináljuk. Kölpacsi? Na! Kicsit nagyobb kedve. Istenem. Ez a nap, ez egy borzasztó nap, felháborító. Mi a baj van nálam? Semmi, nem megint széttött, már héten a harmadik telefonom. Te mit csinálsz a telefonnál? Hát de hogy lehet itt széttörni? Mondd ma meg nekem, ez ma nem széttörés, ez ma tudod mi, ez ma horrorfilm. Én a telefon nélkül simán elbírok lenni. Hát ha valaki keres, akkor az odajön, dudál és megyek. Ha hogy lett így egy telefon, nekem itt van ez a telefon, ez a nyomorú telefon, 6 éve kinevettek, hogy én nem cserélem le álmára.
Hát hol kell nekem alma, amikor ez a telefon... Most vagy kiesik a zsebembe, vagy kiesik, a kocsi, ha marad, ma az apad erre kereshet neked. Ha mit csinál, fogad, mert virág törte össze. Nem, rámentem, miért mint kocsival. Te rámentél kocsira, házul, tudod ki megházadon, ismellek van, marad, ösmellek van, nem kell bemutatni. Ezt tudja, hogy virág tört össze, megint összevesztetek, így néz ki egy telefon. Nem gondoltam volna, hogy Krisztián ilyen tehany, hogy a harmadik telefonja töri el, szegény apukának mindig venni kell, mindig venni kell. És hát én nekem meg ki kellett mennem, mert ott teszem, hogy meg a gazsit fel kell írni, hogy akkor most én nyertem meg a trendelt, vagy nem én nyertem meg a trendelt, hát már úgy volt, hogy a trendel az enyém lesz. De hát no, megyek vissza, mit látok, mit hallok, mit nem látok, mit nem hallok, ha valaki ellopta a telefonomot. Ezt a életbe, hát hova? Ezt szórakozzunk, ha fel kell hinni a gazsit is. Ha hol a telefonom? Te onnan tudja. Hát de Mare, ne nézzél meg egy hülyének, mert szellemi fogyibogyinak. Előbb bementem, hogy már felöltözök, csak fel akartam vinni a gazsit, azt akkor itt hattam a telefont. Nem, de most honnan tudjam? Nem bevitted? Ariadna. Nincs beesve? Hát de még... Itt ültél, nem? Hát de Krisztián, itt hattam az asztalon. Örülök, hogy Krisztián is benne volt ebben a sztoriban. Én is. Tényleg. Kis rafkós. Ja. És jól van ez beállítanám nekem. Olyan, mint én. Az, hogy Virág most mellettem áll, ez nekem egy nagyon újdonsült dolog. Ő inkább apukájának a kedvenc kislánya. És tulajdonképpen most az, hogy mellém állt ebben a kis cselszövésben, ez azt jelenti, hogy nekem van igazam. Még Virág szerint is. Ismered azt a mesét, hogy Budas Matyi? Szerinted? Ha nem tudom, hogy ismered-e, fogalmam sincs. Jártam iskolába, meg jártam na, is. És akkor abban volt az, hogy háromszor veri ezt kendem vissza Ludas Matyi, amikor Döbröginek. Na, apa Döbrögi, én meg Ludas Matyi. És ha ő azt eljátszotta velem, hogy nem volt hajlandó elvinni egy normális butikba, venni nekem nem sok ruha, 2, 3, 4, 5, max 5 öltöző ruha, nem terhelte volna meg annyira a pénztárcát, mert a leárazások vannak, hanem ő átszabadja a régi kacatjaimat, na, majd én adok neki. Majd én adok neki. Anyukám a Ludas Matyi mesével jött, hogy volt 3 igazság vagy hazudás, nem nagyon emlékszek arra a mesére, de annyit tudok, hogy a végén talán megverték a Ludas Matyit, mert hogy hazudott. És hát szerintem ez a mesében nagyon beleillik apukám története. Hát ne szórakozzunk ma, Krisztián, de tényleg ma. Elkezdtem szétbolygatni a nappalit, megkeresni mindent, de nem találtam, és akkor jöttem rá, hogy ezt valaki ellopta. Csordja le! Cigányú csordja le! Valako csordja le! Ezt nem hiszem el, hát ez csohanosa! Nem volt itt valaki, aki elvittem, még tűnt, én bementem. Nem itt? Hát de ne szórakozzatok ma a gyerekek, hát itt volt, soha nem viszik el a telefonomat. Hát de Krisztián, itt volt a telefonom. Bevitted, mondom. Hát dehogy vittem. Hát akkor kiesett, ha most én honnan tudjam, hova tetted. Nincs is más telefonod, hogy felhívja, hogy hol csörög. Ha, volt. Hív fel. De... Ne szórakozzunk ma a gyerekek, tényleg ma fel kell hinni a gadget nekem pontosan most. Hát ne szórakozzatok ma, hol a telefonom? Most én nem tudom, na. Azért mondom, bevitted. De nem vittem, mert nem vagyok bolond, vagy bevittem. Hát de nem vittem be, Mori, ha nem vagy bevittem. Hát de belül meg nincs, akkor csergett volna. Na, ez de egy jó hely. De jó. Ez egy olyan turi, ahol a unoka stílusa szerint majd veszünk ruhákat. Helyébb, jó napot, régen láttalak benneteket. Üdvözöllek, gyertek, nézzetek, szép nálam. De tulajdonképpen az úti célom az nem az volt, hogy a győzőt én nagyon szépen felöltöztessem, hanem az volt a cél, hogy minél furább, öregesebb, régies ruhákat össze guberáljak ott, csak azért, hogy hogy bosszantsam. Segítsek megkeresni. Hát de látom, hogy nagyon segítesz, hát most keres, én nem tudom, ezt megkeresni. Hát nem tudom, hova tehetted. A telefonom. Hát de Mare, itt... Nincs másik telefonom? Hát de onnan egy telefonom van, Mare, nincs száz telefonom, meg nem kell száz. Mare, itt voltam, itt beszélgettem veled. Mutattam, hogy el van törve a telefon, letettem oda. Hát de ne szórakozzam ma, Krisztián. Ki volt itt? Kit engedtél be a házba? Senki, hát ott ültem, hát látod, ott ültem. Most egy perc alatt én izé. Hát akkor ez sohanosabb, gyerekek. A búgeréknek így tűnt el a telefon. Kint hatta az asztalon búger, azt elvitték a telefon, Mare. És a boszorkák elvitték a csohanosokat. Várjatok, ma lehet, hogy itt van-e. Hát de nincs itt a telefonom, nem a Krisztián. Megemeljük ezt, te emeld meg. Hát ez ma a csohanosak. Ez már tudja, hogy valami boszorkasan van itt. Ott van, ott. Ott van. Ó, az nem az, nincs. Ott van, de várja, nem nézek el. Tedd idefele.
Akkor meg a szemüvegemet törjük össze. Jó Istenem, bárja! Nincs ott? Hát itt nincsen. Pena. Nem hiszem el, gyerekem. Hát ez alatt nincs. Ott ültél, ott nincs. Akkor bent kell lenni. Hát de bent minek legyen? Mert bementem, hogy majd átöltözök, azt mondom, fel kell inni akkor... a gázsit 12-kor, nem vittem be. Szerintem itt hagytam. Vannak itt férfi ruhák is. Így van, találunk benne. Na, nekem olyat kéne, mutassa ilyen győző méretében, már most nagyon le van fogyva ő is, és akkor szeretne ő ilyen régiesebb ruhákat, tudod, ami így régen volt divat. Meg szeretném őt lepni ezzel, hogy egy ilyen, mint ami a nagyapja korában volt divat, hogy esetleg van olyanotok? Hogyne, nagyon szívesen. Gyelfekvőben, mert ugye most ma az nem divat, az gondolom. Divat. Te tudod, nálunk ezek már a modernek mennek, de figyelj, találsz benne szerintem. Van itt a házban ízi vonalas telefon, azt kéne beüzemelni, akkor a gázsit fel kell hívni. Hát a gázsit nekem fel kell hívni. Vonalas telefon soha nem használtam igazából, először azt se tudtam, hogy mi az, aztán valami router, vagy nem is tudom mi az. Várjál, ma itt kell neki lenni. De várjál, most a gazsinak a számat meg nem is tudom. Ó, drága Jóisten, megmakantuk, mint a hülye gyerek. Várjál, itt van, jöjjön a szívemre, legyen itt van. Ez jó. Na de várjál, hova dugjuk be? Mert ezt ma nem használtuk 100 éve, hova dugjuk be? Miért még be kell dugni? Hát Krisztián, hova? Ennek nincs izéje vonala. Hát ez egy dróte az. Hát de valahol be kell dugni, hát ez nem izé, izés. Mi az ma? Okos telefon. Maria. Jó. Bedugtam ide. Csináld már meg, addig kihozom a not ezt a gazsinak a számát, hogy fel tudjam hívni. Rágd ma össze nekem, éjpénat. Úgy éreztem, hogy a hátsó zsebemben nem jó helyem van. Féltem, hogy észreveszi, hogy ott van a zsebembe, és ezért csak úgy rögtönöztem egyet, és a KVG fog pont kéznél. Azt tudom, hogy a Virág apja soha nem ivott kávét, és nem is iszik, ezért azt jó ötletnek tartottam. Összeraktad? Ja, jó. Csacsik működik. Mondom. Ijjaj. De számot így le. Add ide a note szomot. Tessék. Add ide a note szomot. De nem zú. De. Hát de várja ma, Krisztián, most oké, hogy megy a telefon, de ennek kéne izé, szolgáltató. Hát ez zsinóros telefon, ez nem a levegőből működik, more. Hát de ennek kell először izé. Írd be a számot. Hát de várjam ma, én ezt nem fizettem ma körülbelül egy éve. De akkor meg mit akarunk? Hogy mit akarunk? De akkor nem lehet hívni. Hát de várjam ma, nekem a gadget innen fel kell írni, 12-kor hívjam fel, hogy akkor megyek-e vagy nem megyek-e, itt van. Ha fel kell írni a gadget. De ki se sípol, semmi. Hát de hogy ne nézd ma, még nem zúg. De zúg. Nem zúg. De. De mondom, hogy zúg. De ilyabban nyomod, mert előbb beszélt volna benne valaki. Volt benne, valaki mondta, hogy haló. Haló. Valaki mondta, hogy haló. Csak hát nem értettem a gadzsinak a szavat, aztán meg elment a vonal. Fél vagyok háborodva. Soha többet nem fizetek elő most ma. Még az előfizetést is visszamondom. Haló! Haló! De itt is be kell dugni. Haló! Keressé dugót. Hát de várj, itt nincs dugó. De nézd, de itt vannak ilyen papok, vagy mi van itt? Hát de jó van ma, Krisztián, elszórakozzál ma velem, én élek. Haló! Valami recsek, haló! Arra fordulok vele, hát a templom felé fordulok, azt teszi. Haló! Isten megsegít. Fogd meg! Haló! Haló! Hát ezt nem hiszem el, be hogy... kell dugni. Hát de hova dugod be? Itt nincs arra ma. Hiába dugod be, itt nem kell, de akkor zúg meg benne. Haló!